sorokban Teddy Bear, a No Life Clanból, Protoss, zöld Protoss játékosként. Míg a jobb felső sorokban, szintén a No Life Clanból Lege, Terrantként kezdi a játékot. Tehát, mint ahogy tudjátok, mind a két játékos master, úgyhogy igen magas skill szinten mozognak, valószínűleg tudják, hogy mit fognak csinálni, és lehet, hogy meg fogunk lepődni, mert mostanában elég sokat változott a meta. Teddy Bear ugye indít ezzel a 9 pylonnal, ezzel semmi probléma nincsen, és elkészül az első supply depó is. De maradjunk inkább depónál, és akkor az senkit nem fog zavarni. Tehát elkezdődött az első depó is. Ami érdekes ezen a pályán, az az, hogy nagyon-nagyon jól védhető a Natural, és a Centric, a Force Field-el gyakorlatilag olyan szépen be tudnak itt falazni. Nem olyan, mint egy rámpa, de azért majdnem. Tehát ide valószínűleg két Force Field elég ahhoz, hogy kizárja a terrának, ez egy nagyon-nagyon-nagyon vékony kis pont, és úgy érzem, hogy itt akár meccsek is dőlhetnek el. De most a másik izgalmas dolog, hogy a third, az meg egy picikét van csak odébb, tehát gyakorlatilag itt nagyon-nagyon támogatja ez a pálya a jó kis gazdasági játékokat. És igazából kíváncsi leszek, mert én Teddy Bear-t ismerem a való életben, és hát Legéről még nem tudom, hogy milyen stúlikban játszik, de hogy megnézitek Legét, ő elkezdett egy supply depotot, és ott hagyta félig készen. Igen, valószínűleg csak azért kezdte el, hogy semmiképp mindenképp megtagadja a scoutot, de még nincs rá szüksége, azt mondja, később meg fogja oldani. Nagyon jól figyelnek a supply depoknak a fölemelésére is, és indul a scout. Itt szépen összetalálkozik a két dolgozó, nem is törődnek egymással. Teddy Bear úgy gondolja, hogy be fog tudni megmenni, mert ilyenkor nem szokott készen lenni a supply, de nem tud már bemenni, úgyhogy nem tud mit csinálni. Egy kicsit elkezdi zizektetni a supply depot, de ugye ebben sok mindent nem fog tudni már elérni. Egyelőre természetesen a harvesterek, harvester count az ugyanúgy van, tehát a dolgozók száma, és Lege el is készítette az első gázát, tehát nem gáz nélküli barak expandot fogunk látni, az biztos. Az első Marine elkergeti a probot, és közben az SCV kiscoutolja a Cybernetics Core-t, amivel ugye olyan nagyon nem fog meglepődni, ellenben azt tudja, hogy 22 supply-nál egyetlen egy gáz van a Protoss játékos, nem, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem lesz nagyon hamar, nagyon brutális, gázigényes rás, például Oracle és Mothership Core, stb. Mostanában szokták azt is csinálni. A barakra egy teklap került le, és úgy nézem, hogy nem sokára elkezdődik az első expand is, méghozzá Legétől, a terrenjátékos, már csak azt várja, hogy összegyűjjön a 400 pénze, és igen, rögtön kiépíti a command centert, ami elég tökös dolog, nem lelebegteti, ami egy kicsit biztonságosabb megoldás lenne. Mind a két játékos elfoglalta szállnak a tornyát eközben. Ez valószínűleg azért döntött az azonnali helybéli expand mellett, mert ugye Teddy Bear-nek semmilyen fogalma sincsen, hogy mit épít Lege, meg hát lehetséges, hogy egy klánból vannak és jól ismerik egymást. Igen, ez is egy érdekes dolog egyébként az egy klánba játszóknál, hogy hatalmas nagy kis mind trickeket, ilyen kis elme trükköket lehet egymással csinálni, mégpedig azért, mert nagyjából ismeritek egymás stílusát, de amikor van egy showmatch, akkor esetleg belöktök valami váratlant, valami olyat, amire a másik nem számít, ami nem a stílusotok. Vagy esetleg úgy tesztek, mintha egy ilyen dolgot dobnátok be, de aztán mégsem. Elindult itt Teddy Bear közben egy két stalker, egy zilótos kis scoutolós rással, ahol megpróbál egy kicsi nyomást tartani az ellenfelén, de hát legelég jól felkészült erre, gyakorlatilag a bunker valószínű, hogy nem fogja átengedni ezeket a stalkereket, és Teddy Bear meg is fordul az egységeivel, és úgy dönt, hogy nem próbálja elveszíteni ezt a játékot egy ilyen hamari pussal. Valószínű, azért megpróbálja majd még egy kicsit böködni az ellenfelét, mivel ugye a pajzs az ingyen van, és így legalább egy SCV-t le tud addig kötni, és egyébként eközben a zilót az bement a bázisra, és szépen körülnéz, hogy tulajdonképpen mi van itt, hol tart az ellenfél bázisa, készen van-e már teljesen, van-e már orbitál command, ilyesmik, de hát ez 100 goldjába került, vagy hát ásványába került a Protoss játékosnak. Miközben, eközben Teddy Bear a saját XP-t is megcsinálja, és egy gateway-t és egy robotics facility-t fog
felhúzni, gyakorlatilag a biztonságos játéknak a jegyében. A Mothership Core rögtön le is jött az expandra, hogyha szükség lenne rá, akkor a Photon Overcharge-al meg tudja védeni a bázist, és természetesen le tudja vadászni ezt a kis idegesítő, scoutoló SCV-t is. Ekközben a Supply Depot is épült legének az XP-re, méghozzá azért, hogy nehezebb lehessen átjutni a bunker mellett. Viszont elkészült az ELSO Observer, első Observer, úgyhogy Teddy Bear végre most már fogja látni, hogy mivel készül Lege, és látjuk, hogy Lege alapvetően egy bio-armival. Valószínűleg biomány lesz ebből, hogyha jól látom, mert mostanában gyakorlatilag ezt szokták csinálni a terrenjátékosok, bár inkább zergek ellen szokták használni a mine-okat, de Protoss ellen is nagyon jó harasra. Ugye épül a Factory, amiből arra következtetünk, hogy nem sokára egy reaktoros Starport fog megépülni, amivel is igen sok medivak fog kijönni nagyon rövid idő alatt. Erre fel kell készülni a Protoss játékosnak, tehát immortálokkal vagy valamilyen AOE képességgel mindenképp. Készül is a Robotics-be, tehát úgy látszik, hogy rögtön Colossusra megy Teddy Bear. Ami természetesen egy jó döntés, a nem túl fejlett Terran hadsereg ellen a Colossus az egy tökéletes counter, addig, amíg nincsenek vikingek a pályán. Na most vikingek egy ideig még nem lehetnek a pályán, mert medivak nélkül gyakorlatilag gyenge lesz a Terran sereg, és először medivakra kell költeni a Terran játékosnak, nem lenne pénze és gyártókapacitása egyszerre vikinget és medivakot csinálni. Megépültek eközben Teddy Bearnek a gáza is. A másik két gáza, úgyhogy most már négy gázbányából bányászik, és tökéletesen látja egyébként a Terran játékosnak az egységeinek az elhelyezkedését. Az Observer lát mindent, tudja, hogy mikor fognak elmozdulni, azt is tudja, hogy mikor mennyi egység van az ellenfelének. Viszont a baloldalék szállnak a toronynál már nincsen egy egység se, pontosan nem láttam, hogy mikor került onnan el a prób. És ez a kis vision azért nem jönne rosszul. Most az a kérdés, hogy... Prób az elment a Terran. Értem, elment a Terran. Hoz tartott a toronyhoz, igen, így ez, van. Ez nagyon jó döntés, mert láthatja az átmenő forgalmat, sőt láthatja azt is, hogyha valamilyen harmadik, negyedik exp készülne. És már is egy harmadik expandot készül letenni. Igen, Lege egy harmadik expandal indul, és emellé egy pusht is fog csinálni, méghozzá egy... Gyakorlatilag egy egyes weapon upgrade timing push lesz ebből, hogyha jól látom. De az egy kolosszus, a két sentry, ami, mint ahogy mondtam, gyakorlatilag a két sentry pont be tudja fogni ezt a részt, az tökéletesen fel lesz készül erre a támadásra, főleg azért, mert az Observer jól tudja azt, hogy nem sokára várható egy kis nyomás a Terran oldaláról. Ez a Zilot azért jött ide előre ki, aki esetleg nem tudná, hogy kapjon egy kis előrejelzést arról, hogy mikor érkezik meg a Terran sereg. Amikor meglátja a Visionbe a Terranokat, természetesen a Zilotot vissza fogja hozni. Igen, igen, itt a rámpa tetejére tökéletes. Eközben a scouting, a misztikus scouting factory megnézi, hogy van-e valami a harmadikján a Protoss játékosnak, de érdekes módon Lege inkább a hátsó ajtón próbál bejutni a Protoss bázisra, és egyébként ez egy jó döntés is, mert itt egy kicsit nehezebb lesz megállítani a sereget, főleg, hogyha felsztimmel a bejáratba. Hogyha sikerül lesznájpolni ezt a kolosszuszt, akkor ebből még lehet is valami. És igen, fel is jutott, és elindul a csata. A Mothership Core-nak nincsen ideje a Photon Overcharge-ra, úgyhogy sajnos erre se lesz elég idő, viszont a Colossus a Thermal Lance-okkal vissza tudja verni ezt a támadást. Úgy néz ki, hogy Lege úgy dönt, hogy ebből egyelőre elég is lesz, szerintem nem számított ennek a Colossusnak a jelenlétére. Úgy gondolta, hogy egyelőre csak Force Field-ek és Gateway unitok fogják megvédeni a bázist. Egy kicsit kevés sebzést okozott ahhoz, hogy minden rendben legyen, viszont a Mothership Core-t lesznájpolta, ami azért 100 gázba kerül. Így van, és már készülnek a vikingek is Legénél, hogy ugye a kolosszust countereljék. Igen, pár percen belül. Közben egyébként nagyon okosan egy missile turret épült Legének a főbázisára, méghozzá a DT-k ellen, mivel most már... Ó, és hatalmas nagy dropot látunk-e közben. Nézzük meg, hogy elpusztult-e ebbe prób. Kettő darab prób pusztult el, és a medivak még mindig nem adja fel a támadást, és megpróbál a boosttal bejutni a főbázisba, ami úgy néz ki, sikerül is neki, de ott várják már a Protoss egységek, és gyakorlatilag még mielőtt kiszedhetné az összes egységet, fel is robban a medivak. Ekközben egy másik támadás történt alul, de azt is nagyon gyönyörűen védte Teddy Bear.
nagyon képben van, nagyon tudja, hogy hol várhat támadást. Pontosan nagyon milyen szépen erejű támadásokat várhat, és hogyha megnézitek, a Templar Archives-ban már most készül a Psystorm, mert tudja, hogy jönnek azok a vikingek, és tudja, hogy egy másik AOE-re lesz szüksége, mert a kolosszusok előbb-utóbb el fognak pusztulni. A gazdasága a két játékosnak gyakorlatilag a Protoss játékos Teddy Bear egy kicsit előre van az ásványokban, mert ilyen héttel több dolgozója van. Érdekes módon az Orbital Commandokban elég sok energia van, rengeteg energia van az Orbital Commandokban, nagyon fura, tehát a terrajátékos nem használja annyira a múlokat. Lehet, hogy esetleg fél a Dark Templároktól, vagy egyszerűen csak elfelejtette, nem tudom, hogy pontosan mi lehet ennek az oka. Hogyha megnézzük a seregeknek az erejét, akkor szinte teljesen ugyanannyi a két játékosnak, ebből lehet látni, hogy Master Ligáról beszélünk, tökéletesen egy hangon építkeznek. Pontosan a maximálisat hozzák ki abból az egységszámból, amit elő lehet teremteni optimális gazdaság mellett. Hogyha megnézitek a Protoss játékos, szét vannak osztva a kolosszusok és a stalkerek mind a három bázisra. Tehát zseniálisan védekezik a droppok ellen. Tudja, hogy a Heart of the Storm-ban gyakorlatilag a medivaknak a boostja jelenti a Protossra a legnagyobb veszélyt, és gyönyörűen szétosztja az egységeit. Ezzel csak annyi probléma lehet, hogyha hirtelen frontális támadás éri, lehet, hogy nem tudja időben összeszedni a seregét. Szerintem össze tudja szedni a seregét az itt elhelyezett off-server miatt, mert az látja, tehát annyi igen, idő jó alatt... Jó előre látja, és még egy droppal próbálkozott lege, de az se igazán sikerült, és ha megnézitek, egy hány Templar droppot láthatunk Teddy Beartől nem sokára. Viszont ekközben a Terran játékos elkötelezi magát, és úgy dönt, hogy pusol egyet. Kíváncsi vagyok, hogy Teddy Bear meg tudja osztani ennyire a figyelmét, és kíváncsi vagyok arra, hogy nem lenne otthon szükség erre a három High Templára. Mivel gyakorlatilag egy a játékban most jelenleg 7 viking van, ami a három kolosszus ellen szerintem elegendő lesz. Tehát ez a 7 viking, hogyha mind a 7 jönne támadni, akkor elég lenne. De Lege úgy dönt, hogy nem fogja megtámadni az ellenségét, még csak egy kicsit körbenéz a mapen, megpróbálja a map kontrollt magának tudni, a Xelnag a tornyokat ő irányítsa, az observereket megpróbálja majd valószínűleg letisztítani a pályáról. Érdekes, hogy két obszer, és észrevették a vikingek a War Prismet, és el fog pusztulni mind a három High Templárral. Ez őszintén szólva borzalmas volt most Teddy Bearnek. Nagyon sok gáz ment a kukába. Nagyon-nagyon sok gáz ment a kukába. Viszont a High Templar droppal, hát kicsi sovány vigasz, de 14 workert összesen azért sikerült megölnie. High Templar droppal sajnos lemaradtunk, én azt hittem, hogy még dropp előtt vagyunk, ezért mindenkitől elnézést kérünk, de igen, 14 dolgozó meghalt, ami azért egy elég szép szám. 3 High Templar, nagyon sok gázba kerül, nem tudom, hogy megérnek-e 14 dolgozót, valószínűleg azért sokkal jobb lett volna, hogyha kimenti őket, de elért valamit velük, nem vesztek teljesen kárba, és nagyjából visszahozták az árukat. Tehát annyira nem borzalmas dolog ez Teddy Bearnek, de azért valószínűleg összeráncolta a szemöldökét, amikor a terrenjátékos észrevette. A terren közben ilyen szuper makró módba kezdett, és 2 CC-t is leépített, tehát gyakorlatilag ez lesz a 5. bázis, hogyha készen lesz, és ekközben pusolni is elkezd. A sereg most viszont már a terrájátékosnak kedvez, és egy hatalmas viking, marine, marauder, medivak, golyóval fog elindulni támadni, de Teddy Bear szépen szétosztja a seregét, egy rendes kis csíkba, hogyha látjátok, nem egyetlen kicsi tömben vannak, hanem szépen szét vannak osztva, hogy a zilótok jól tudjanak charge-olni, a stalkerek minden oldalról védjék a kolosszusokat, és nem sokára itt lesz az ütközet. Ennyi mennyiségű viking már egy sorozatból lelő egy kolosszuszt, illetve igen, másfél sorozatból. Igen, és hogyha megnézed, gyakorlatilag kaptak egy attakot is pont, hogy a kolosszusznak az armorját könnyebben áttörhessék. Viszont itt láttunk egy ingyen steamet, ami a Protoss játékosnak Teddy Bearnek igen jót tesz. Sárgára ment majdnem az összes Terran egység, ami szuper abból a szempontból, hogy a medivakok energiáját is elszívja a sok sárga egység, és gyakorlatilag könnyebb őket leauézni. Mindeközben már ghostok is kerültek a pályára, és a két játékos fejlesztései a Terran 3-as fegyver és 2-es páncélfejlesztésen jár, míg a Protoss játékos 2-2-n, de nem sokára ne ő is eléri a 3-3-at. Tehát gyakorlatilag nem sokára ki fog egyenlítődni a fejlesztéseknek a száma, addig nem biztos, hogy csatába kéne benni, bár rengeteg a High Templar itt az EMP-ken és a Stormokon fog eldőlni ez a csata. Az EMP-k és a Stormok nagyon fontosak lesznek, egy Marine és egy SCV, Marine és egy SCV befut megnézni, hogy pontosan milyen serege van és milyen állapotban van Teddy Bearnél, és utána egy scan követi ezt, hogy
a terajátékos tökéletesen tudja azt, hogy milyen egység kompozíció van a protoszoknál. Kerülgetik egymást, igen. Ahogy látom, már High Templarok mellett már ugye Archonokat is behoz Teddy Bear a játékba. Kíváncsi leszek, mert most per pillanat bank, ahogy látom, mind a két játékosnak elég magas bankja van, igen, sőt a Terrannak több mint 2000 gáz még van a tarsójában. Rengeteg gáz, abból nagyon gyorsan hatalmas nagy sereget lehet újraépíteni. Megint egy Marint látunk, ahogy előre megy és megpróbálja megnézni a sereg összetételt, de nem teheti meg, mert Teddy Bear két stalkerje előre blinkel, és ezért egy újabb scant kellett elhasználni. És a vikingek megpróbálták megtámadni a kolosszusokat, de a stalkerek megint zseniális pozícióban voltak. Érdekes ez a játék Teddy Beartől, több observert használ, mint a legtöbb protoss játékos, de nagyon jól kihasználja őket, végig tudja, hol van a terrán. És itt jön az ütközet, és nagyon rosszul állnak a kolosszusok. Az első kolosszus rögtön elpusztul, a második is, és nézzük azokat a stormokat. A stormok a vikingeket találják el, és elég sok viking oda veszik, de sajnos az egyik storm nagyon rossz helyre megy. És rengeteg, rengeteg bio van még ott. És sajnos stackelődnek egymásra a stormok, és valószínű, hogy ezzel a warpinnel meg tudja állítani, de nem. Úgy néz ki, hogy Teddy Bear nem tudja ezt a támadást megállítani, és a negyedik bázisa mindenképp el fog veszni. A kolosszusok nagyon rossz helyzetben voltak, egyszerűen nem tudta megvédeni ezt a biopust. Az első két sorozattal két kolosszus el is párogott. Iszonyatosan hamar haltak meg a kolosszusok, és ami hatalmas nagy probléma volt az az. És Dark Templárok jönnek, de sajnos a scan gyakorlatilag mindent fölfedi, és nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, és nagyon sok gáz elveszett itt Teddy Bearnek. A probléma az volt, hogy a stormok egymás felé mentek, és mint ahogy tudjuk, nem adódik össze a sebzésük. Ezeket a stormokat, hogyha szépen Teddy Bear kiterjesztette volna az egész terrán seregre, akkor most egy teljesen más végjátékot láthatnánk. Persze ne kiabáljunk még el semmit, 3500 ásvány és 1000 gáz van még Teddy Bearnek a bankjába, amivel elegendő Warpgate-tel újra tudja teremteni a seregét. Csak nem látom azt, hogy High Templáron kívül bármilyen más AOE egységet gyártana, nincsen Colossus, nincsen Archon, egyelőre semmi nincsen. Hogyha most Lege úgy döntene, hogy egy ilyen mindent elsöprő támadást indít, akkor majdnem biztos, hogy övé lenne az első játék ebben a Best of Five-ban. Lege brutális mennyiségű barakból ontja a biót, tehát összesen több mint 10 barakból. Az hihetetlen. 10 barakból jönnek, gyakorlatilag egy időben, ha jól látom, 4 Marine és 5 Marauder jön ki, tehát 9-10 egység folyamatosan jön. Ez egy darab utánpótlás, azt képzeljétek el, folyamatosan ennyi jön, és hihetetlen különbség van már egyébként a két játékosnak az erművájúja között, 124 a 66-hoz. Rengeteg. Megpróbál gyakorlatilag, és ott viszont egy gyönyörű stormot láthattuk, és megpróbálja ketté osztani a terrán seregeket Teddy Bear, de ez nem lesz ide elég. A stormok azonban jók voltak, nagyon jók voltak, és a terrán seregnek nagyon lement az életerője, hogyha még pár storm lenne, de sajnos nincsen. Sajnos nincs, tehát így a... Szilótok viszont igen erősek már 3-3-1-es fejlesztésekkel, hogyha még egy warpint kibírna, akkor talán a zilótok végig vághatnák magukat ezen a sorfalon, és most nagyon sok terrán egység pusztult el, és úgy néz ki, hogy Lege elég sok egységét pusztulni hagyja. Mindegyik egység pirosban van, és sikerül elkergetni Legét, ez egészen hihetetlen. És sikerül, tehát... Én azt hittem már, hogy tehát amikor 200 a 110 supply ellen ment, én azt hittem, hát ezt a Terran gombócot senki nem állítja meg, de valahogy túl lettek egy kicsit stimelve, és gyönyörűek voltak a stormok, hogyha megnéztétek, szépen, mint egy legyező, ki voltak terjesztve a stormok, és egy nagyon fura szögből kapta a Protoss a Terran játékost, ilyet Protosstól nem szoktunk látni, hogy égként bemegy, és bevállal egy szendvicset két Terran oldal között. A probléma az annyi, hogy Legének sokkal-sokkal jobb a gazdasága. Gyakorlatilag ugyan a dolgozói majdnem ugyanannyian vannak, de hogyha megnézitek, egy bázis, két bázis, három bázis, négy bázis, mindenhol orbitákon van, és ugyanitt egy observer megpróbálta kiszkautolni, hogy mi van itt, meg is látta, hogy van bázis, de nem láthatta meg, hogy mennyire hihetetlenül sok SCV dolgozik itt. És közben két SCV kiszkautolja Teddy Bearnek az életmentő bázisát, és valószínű, hogy el fogják pusztítani ezt a bázist. Teddy Bear egy High Templárt és három zilótot hozott ide,
de ez nem lesz elég sajnos. És úgy látom, hogy itt nem fog tudni időben összegyűlni a protos sereg ahhoz, hogy ezt a támadást ki tudja védeni, és rengeteg, rengeteg terán egység van itt. De a Colossus elég sokat segít, és a Storm megint gyönyörű lett. Sajnos nagyon sok Ghost van ebben a mixben, és későn jött a másik két Colossus, sajnos későn jöttek, és nincsen előttük húsfal, amivel meg tudná őket védeni. Az összes Colossus el fog pusztulni. Semmi nincs, ami megvédeni őket. Most pár Zilotot sikerült bevarpolni, de ez már túl késő. Sok a Ghost, sok a Terran egység, és el fog pusztulni a Protossnak a negyedik bázisa, és ez a negyedik bázisnak a pusztulása azt fogja jelenteni, hogy Teddy Bear egyetlen egy bázison marad. De valahogy egy újabb varpó, de mégis sikerült viszont, hihetetlenül mindig tartja magát a Protoss. Még mindig tartja magát. Egy hajszál hiány, egyetlen egy hajszál hiány történik, de megtartotta. És folyamatosan kimaxolja magát a Terran, de egyszerűen nem tudja. Azt a jól ehezett stormok meg tudják állítani a Terran. Gyönyörű stormokat láthatunk, és egyébként nagyon égeti a Terran játékosnak az Orbital Command energiáját. Sajnos annyira sok Orbital Command van, hogy valószínű túl fogja élni ezt a Terran játékos, és lesz elég energiája, hogy észrevegye a Dark Templárokat, és most viszont berohant a harmadik expre, ami igen nagy probléma Teddy Bearnek, mert nagyon rossz helyen vannak a seregei, és itt nagyon sok gyártóépület fog elpusztulni, ami miatt az erősítés lassan fog jönni. Jönnek már a Zilotok, jön a három Colossus, és gyakorlatilag csak két viking van a pályán, három viking van a pályán, ami igen kevés, csak sajnos nincsenek stalkerek sem, hogy megvédjék ezeket a Colossusokat a vikingeknek a támadásától. A harmadik expo elpusztult, két gateway is elpusztult, és ezzel rohamosan csökken a gyártó kapacitása a protoss játékosnak. Viszont, ha nem vetted észre, a Dexty beletett pár Dark Templárt is a mixbe, és nem akik rettentően gyorsan... Nézzük csak, hány kill van ezeken a Dark Templárokon, az egyiken 4 van, a többi sajnos elpusztult, de annyi erősítés jön, hihetetlen sok erősítés jön. És a Colossus ismét el fog pusztulni, és innen már viszont lassan tényleg nem látom a kiutat. Teddyben semmit nem tud már gyártani. GG az első meccs legéhez megy a Terra játékoshoz. Hát azt mondom, én ilyen kőkemény védekezést nem nagyon láttam még Protosztól, tehát hogy így folyamatosan a pusztulás széléről valahogy mindig összekaparta magát, és nagyon-nagyon jó ötlet volt a végén is betenni Dark Templárokat a mixbe, és Jó volt, sajnos emelni a gyártókapacitás mellé nem volt elég. Igen, sajnos. Amikor elvesztette azt a bázist, a harmadik XP-t, onnantól kezdve a Terran... Onnantól kezdve nem volt már termelése a Protoss játékosnak.